Apple Szoffer Ágnes, a város polgármestere nyilatkozott az ülésen elhangzottakról. Kiemelte, hogy pénzügyi szempontból is jól működik a város és az intézmények. Nagyon fontos az, hogy elfogadtuk az önkormányzat tavalyi évi zárszámadását, és mi ezt tudtuk folyamatosan, hiszen nyomon követtük a költségvetés módosításakor, illetve azon túl is a teljesüléseket, de nagy öröm számunkra az, hogy az önkormányzat működése a tavalyi évben is stabil volt, és nagyon-nagyon biztonságosan működött az önkormányzat. Ennek több oka is van. Az állami normatíva az kicsit jobban teljesült a számítottnál. Újra elindul egy nevelési év. Idén csökkenteni kellett egyel az óvodai csoportok számát a kevesebb gyermek miatt. 16 óvodai csoport létszámmal működik tovább az óvoda. Természetesen azokon a telephelyeken, amik már jól megszokottak, tehát Mözsön és Tolnán összesen 5 óvodai telephelyen fog a következő tanév megindulni 16 csoportban. Régóta várnak az uszodában egy szauna beüzemelésére, végre ez is megvalósult. Ugye mi már korábban vásároltunk egy szaunát, de aztán az üzemeltető sportközpontok nem találta azt megfelelőnek, úgyhogy most akkor azt a szaunát eladtuk, és vásároltunk egy másikat, és én nagyon bízom abban, hogy akár már ennek a műsornak a nézése után mehetnek szaunázni a tolnai tanúszodába az érdeklődők. És hogy még egy fontos fejlesztést említsek, amiben szintén jelentős összeget biztosított az önkormányzat, az a Dunaparton a kajakház mellette egy vizitúra bérlőpont kialakítása. Ez egy 60 millió forintos beruházás, aminek jelentős részét a Magyar Kajakkenu Szövetség biztosította. Tehát ők 50 millió forintot adtak, mi pedig 10 millió forinttal járultunk hozzá. A Zöldkert óvoda előtti parkoló is elkészült, valamint folyamatban van a Pittypang óvoda, illetve a bölcsöde előtti helyek kialakítása is.